Újabb állomásához érkezett a katonai kaja kóstolós videó sorozatom, méghozzá drága Velfek cimborámnak köszönhetően küldött nekem Angliából két ilyen 24 órás brit katonai emery packet, méghozzá a 13-as menüt és a 11-eset. Ebben a videóban a 13-asat fogom megkóstolni és véleményezni, a 11-eset azt majd egy következő anyagra tartogatom. Velfekről annyit, hogy a Twitch-en tevékenykedik, ott ismertük meg egymást, és általában ugye Escape from Tarkovot streamel oda, nem is véletlen szerintem ugye a katonai cuccok szeretete részéről sem, és úgy gondolta, hogy meglep ezzel a csomaggal. Hasonlóképpen hozzá én is egyébként a Twitch-re streamelgetek, úgyhogy mind a két linket megtaláljátok az én csatornámhoz és az ő csatornájához is itt a leírásban, hogyha esetleg beköszönnétek hozzánk élőben. De még mielőtt tovább mennénk, beszéljünk pár szóban a mai videó támogatójáról, a Winderről. Hazánk legújabb álláskereső applikációja diákok számára. Böngész a Winderen, akár a Tinderen. Swipe-olj, húzd jobbra a neked tetsző állásajánlatokat, add meg, milyen munkák lehetnek számodra érdekesek, és a rendszer ezeket jeleníti meg számodra. Térképes keresés. Bérkalkulátor. Saját brand készítési lehetőség. Önéletrajz, digitális névjegykártya, személyes weboldal. Részletek a leírásban. Winder, zsebedben a munka. Azt a mindenség. Na ez? Ez nem büdös. A spanyol csomag, emlékszem abban a dobozban, olyan szaga volt, mint öreg apádnak. Hasonló cheddar sajtszósz, mint amilyen az amcsipakban is szokott lenni. Energia italpor, almás, kóla ízű italpor, odas, trópusi gyümölcsök és magvak mix. Babos és tésztás saláta. Három főétel ugye, 24 órára. Sertés kolbász babbal paradicsom szószban. Kolbász casserole. Mi az a casserole? Rakott cuccok a casserole. Rakott kolbász. Ez mi? Iiii! Defa, ilyen kiskutya van rajta. Csípős szósz. Csípős paprika. Nem tudom, ráfókuszál-e. Remélem. Almás turnover. Almás pite az Apple turnover. Feedback. Húúúú! Ki tudnád tölteni, hogy mennyire lájkoltad? Trópusi italpor. Kenhető mogyoróvaj. Forró csoki italpor. Áfonyás műzli szelet. Zapkex. Ananász. Befőtt szerű cucc. Íííí, ők is esznek ilyen mézes, szezám magos rudakat? What? Ez anyám kedvence. Gyerekek, én sose szerettem, mert nekem, nem tudom, egyszerűen nem volt a kedvencem. De anyámnak ez a best. Szezám magos ilyen mézes rudacskák. Ezt itt Magyarországon is lehet kapni. Kapunk egy csomag zsebkendőt. Azt a mindenségit. Hatalmas kanál villa. Wow! Alkoholmentes antibakteriális törlőkendő. Ebből kettő is van. Ezekkel mindjárt kezdet is mosok jól. Tea, még tea, odas, Nescafé instant kávé. Yes! Van itt valamilyen barista selection instant kávé. Gyufa, tejporból 4, hiszen az angolok ugye a teát is teljesen isszák. Cukorból 4 zacskó, vízfertőtlenítő tabletták, 3 csomag rágó. És ami nincs, ez a melegítő eszköz. Guys, úgy látom itt sincs ez a kis fém összehajtható kájhácskád meg a pirotabletták, amiket mondjuk ezzel a gyufával gyújtaná meg. Szóval mi mikrózni fogjuk őket ennek okán. Csajkába akartam rakni a kaját, de ebben nem látjátok rendesen. Ez odakint esetleg, ha az erdőbe kóstolgatnám a cuccot, lenne hasznosabb. Szerintem ezzel a paradicsom szószos, kolbászos, babos cuccal fogok kezdeni. Ami pedig még nincsen egyébként, az semmilyen ilyen kekszerű, kenyérszerű dolog, amit a kajához tudnál enni. Ott vannak a kis kolbászkák. Mire jó az acskója, ugyanben volt. Gyűjtjük bele a szemetet. Tradicionál-e angol reggelinek a kolbászos és babos része? Hát a tojás az hiányzik, meg a sült szalonna, de mindjárt megmondom nektek, hogy ez milyen. Ez nagyon jó. Nagyon rendben van.
tényleg azt jelenti hozzá. Tükörtojás, bacon, sült bacon. Meg valamilyen kenyér. Olyan, mint a paradicsomos konzerva, amit kaptok a boltba. Rápróbálunk erre a rakott kolbászos cuccra. What? Mekkora kolbászok vannak benne? Ha lehet, hogy ez a sajtszósz az majd pont illeni fog. Hát én ki is nyomom ide az egészet. Mellé. Az almás energiát elkezdem bekeverni, amíg melegszik. Se melegítő eszköz, se leves, se valami keksz kenyérféle. Érdekes. Wow. Ez nagyon jó. Az olvasztott sajt. Gyerekek! Rá is megyünk a kolbászra szerintem. Először így magában. Ez a kolbász. Igen. Tényleg olyan rakott íze van. Picit olyan a kolbász íze, olyan pépes, mint a kicsi sajtot hozzá. Olyan ez íze a kolbásznak, mint annak a húskenyérnek. Lehető. Ó, hát ez a sajt, ez minden jó. Wow! Ez itt krumpli? Ez itt ilyen krumpli kocka. Krumpli, répa, borsó, kolbász, és hozzáraktam ezt a sajtot. Teszek hozzá egy kis csípőset is mindjárt. Kicsit csavonykás illata van. Hát így meglöttyintjük. Beköszön gyorsan. Hú, bástya! Jajajaj! Ad egy kis rúgást! Finom ez a rakott téma. Főleg ezzel a sajttal. A vacsorám lesz ez a babos tésztás saláta, ezt nem fogom megmelegíteni szerintem. De előtte eszünk valamit. Desszertnek például egy ilyen almás pite. Hú, de jó illata van! Rendesen puha még a tészta, megőrülsz, és ott van benne az alma töltelék. Yes! Nagyon jó van. Wow! Amúgy tök úgy néz ki ez a barna csomagolás, mint az amcsi. Hogy az Istenbe lehet tartósítani az ilyen tésztát? Ez tök jó! Kicsit fullasztóbb, mint az a pite tészta, amit otthon csinálsz frissen, de élményre hasonló. Na lássuk. Mogyoró, vajas, almás pite. Sós, mogyoró, vajas. Hát, Zsolti, ez nem a legjobb párosítás. Lehet, hogy ez az apkex az, amit a kajákhoz kell lenni. Nem tudom. Nem vagyok oda az ilyen zapkák szekér gyerekek. Lehet lenni hozzá, de nem valami jó. A kóla ízű italpor, na az érdekel engem. Már érzem a kóla illatot. Hát inkább ilyen hígfos színe van. Nincs sem kóla, de mindjárt megmondom az íze milyen. Remélem jobb, mint a színe. Kóla illata van. Meg olyan savanyú kólás íze. Inkább olyan, mint a kólás nyalóka. Tudjátok, ilyen kólás.
Nem kóla íze van, hanem ilyen kólás íze van. Iható. Kóla beütésű. Hígfos színű ital. Müzli szelet. Hát csak egy kóstoló jelleggel. Fincsi. A trópusi gyümölcsös magvak, ilyen asszal gyümölcsök. Wow, mekkora banán van benne. Azt figyeld. Ez olyan kemény. Nem is ettem még asszalt banán. Nem sok íze van. Van itt szerintem asszalt ananász. Azt hiszem. Narancs vagy? Nem kocka. Magyaró. Mazsola. Ilyen trópusi diákcsemege. Na itt van, amit annyira nem kedvelek, de anyám annál inkább. Ez a mézes szezámmagos rúd. Hogy össze van ragadva? Ezt elviszem neki eskü. Imádja. A madarak esznek ilyeneket. Aver, hát ebből hogy egyek? Harapjak? Harapok. Nem bírom szétszedni. Karapni se. Egyébként kölyök koromból nekem erről sokkal rosszabb emlékeim vannak. Ez nem is olyan rossz. Fú, szezám mag mézzel. Anyámnak volt igaza. Anyátoknak mindig igaza van. Sose felejtsétek el. Ez már nem annyira hipfos színű, inkább ilyen tea színe van a kólának. Babos tésztasaláta. Lássuk a medvét. Ez a vacsorán. Úgy döntöttem, ma hideg kaja lesz a vacsora. Olyan az illata, mint hogyha a rakott kolbász és a paradicsomos kolbászkák így összelenének keverő. Hú, ez amúgy nem néz ki rosszul. Meg nem is úgy néz ki, mint amit hidegen kéne ennem. Ez tényleg saláta? Ez lenne az. Bab, tészta, paradicsomos cuccosnak tűnik. Hát kóstoljuk meg. Babos, paradicsomos, hogy ezek mennyi babot esznek? Ezek a britek. Kicsit pikáns. Szerintem ez itt, ez a zöld, ez jalapeño lesz. Egy picit pikáns cucc. Ilyen kis szarvaska tészták vannak benne, ilyen nagyon minik. Hát, ez a leggyengébb a három kaja közül szerintem, benne van. Van benne kukorica is. Szerintem ez melegen jobb lenne. Becsök! Sajt. És tésztás babos saláta. Oké. Gyerekek. Az a cheddar sajt szósz, ez mindenek felett. Mindenhez is. Nincs több főétel. Van még egy csomó italporom. Ez valami trópusi gyümölcsös italpor, narancsos italpor. Ennyit nem tudok meg én is, kacok. Forró csoki. Ó, és itt még az ananász. Na még ezt így desszertnek. Ananász konzerva cukros levében. Ez egy az egybe az. Ott van. Fincsi. Még ezt a forró csokis cuccot keverem be, de csak sima hideg vízbe. Egyébként is iszonyatosan melegen van. Hát ez egy jó darabos lesz. Lássuk. Ahogy azt olvastam rajta, mentás. Fura. Rossznak sem mondanám, de fura. Mentás csokoládé italpor, amit inkább forró vízzel ajánlanék. De jó nekem most idegen. Egészen újszerű élmény. Nem rossz. Így megkóstolom a rágót jól, kettőt, mint a reklámokba. Olyan, mint amilyennek lennie kell. Összegezzük a látottakat és kóstoltakat. Az első kettő kaja, ez a paradicsomos kolbász, és ez a rakott kolbászos krumplis zöldséges cucca sajttal atom. Ez a babos, kukoricás, csípős, tésztas, saláta, paradicsomos, cumó, ez ilyen meh. Meg lehet enni, nem azt mondom, hogy nem, de ezt lehet, hogy így elcserélném ott a társakkal, spanokkal, hogy mi lenne, hogyha adnál helyett valami mást.
Egyébként a sajtal ez is sokkal fogyasztatóbb. Ez az almási talpor, ez nagyon tuti, ez nagyon komoly. Az apkex olyan, amilyen. Az ananász fincsi volt. Ez a mézes szezám magos cucc is fincsi. Tök meglepő, mert kiskoromban utáltam. Műzli fincsi. Almás pite fincsi. Kóla ízű italpor ilyen. Meh. Mentás forró csoki. Meglepően jó. És a negatívum az az, hogy semmilyen melegítőeszköz nem volt mellékelve a csomagban. Úgyhogy én megmikróztam a kajákat. Hát a szabadban a katonáknak biztos valahogy megvan ez oldva, vagy van náluk ott a brit seregben ehhez eszköz. Egy 10-es skálán adnék neki egy erős 7-est. De azért, mert a kaják jók. A melegítő eszköz hiánya miatt adnék inkább 5-öt, de a kaják jók, úgyhogy 7. Szerintem egy jó 7-est megér ez a csomag, egy 10-ből 7 pont. Ha tetszett ez az újabb epizód a katonakajás kóstolgatós sorozatomból, nyomjatok egy lájkot, hogy minél többőtökhöz eljusson az anyag, írjátok le kommentben az észrevételeket, és hamarosan jövök majd a másik brit csomag letesztelésével is. Legközelebb találkozunk. Szevasztok!